Európa legnagyobb 224 hektoliteres mozgó akváriuma, tele magyar halfajtákkal. A legnagyobb trófeák, amelyeket magyar vadászok hazánkban vagy Ázsiában ejtettek. Fegyverek, pecabotok és minden egyéb kiegészítő kiállításra került a Fehován, ami a horgász és vadász életformát jellemzi. Ősi magyar hagyományok, mint a solymászat és az íjászat is megjelenik a kiállításon. Ezen a rendezvényen nem kiállítók és látogatók, hanem erdők és vizek barátai, egy közösség tevékeny alkotói tagjai, egy nagyszerű magatartásforma részesei találkoznak. Kancer Gábor, a Hung Expo vezérigazgatója, ezekkel a szavakkal jellemezte a rendezvényt. Beszédében kiemelte, hogy a horgászat és a vadászat nem csak sport, hanem nemzetgazdasági érdek is. Magyarországon 56 ezer vadász és 313 ezer horgász van. A magyar vadász és horgász társadalom a magyar társadalom egyik legerősebb társadalmi szegmense. A magyar vadászat presztízsét helyre kell állítani, hangsúlyozta a megnyitón Semjén Zsolt. Ezért az orvhorgászat és az orvadászat önálló büntető törvénykönyvbeli tétel lesz. A vadászfegyverek reklámozási szabályai lazítottak, őszre pedig kidolgozzák az új fegyvertörvényt. Létrehozzák az Országos Magyar Vadászati Múzeumot egy vadasparkkal, amelyet a 60-i Grassalkovics kastélyban alakítanak ki. A 60-i kastélyt sikerült megszereznünk, és ebben a gyönyörű barokk kastélyban úgy tudnánk kialakítani több ezer négyzetméteren kifejezetten egy nagy magyar országos vadászati múzeumot, ahol a hozzá kapcsolódó hatalmas parkban egy élő állat bemutatása is lehetőség van. Magyarország több régiójában is nyílnak vadászmúzeumok, de az országos központ 60-ban lesz.